Fel sem merült Sádöl György leváltása a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar éves közgyűlésén. A HVG forrása szerint csupa általános, a normál működéshez kapcsolódó ügy került napirendre, miközben egy szó sem esett arról, hogy a végrehajtói kar elnöke a Völner Sádöl ügyként elhíresült korrupciós botrány érintettje, ami miatt bő egy éve letartóztatásban van, és az ügyészség már vádat is emelt ellene. Papíron továbbra is Sádöl a kar vezetője, pedig az elnök bármikor visszahívható lenne kétharmados többséggel, de ezt még csak napirendi pontnak sem javasolta senki. Lukács Tamás alelnök mindössze annyit mondott a helyzettel kapcsolatban, hogy a négytagú elnökség képes ellátni az elnöki teendőket, és ez így is marad a 2023. szeptemberében esedékes teljes tisztújításig. A kormányzat részéről a Völner posztjára kinevezett Répási Róbert államtitkár kérdésre elmondta: sajnálattal értesültünk róla, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közgyűlést tartott, de az elnök visszahívása vagy tisztújítás nem szerepelt a napirendjén. A mintegy 200 végrehajtó közül 122-en megjelentek ezen az eseményen, de senki nem tett fel kérdést arra vonatkozóan, hogy a karvezető úr éppen milyen tevékenységben van. De közben meg a 24.hu tisztába tette, és ha nem erről az ügyről volna szó, még akár örülhetnénk is, hogy néha így alakul, hogy amíg jogerősen el nem ítélik, addig ő elláthatja ezt a posztot. Tehát máskor pontosan azt látjuk, hogy valakinek bírósági ügye van, és azonnal cancelezik totálisan. Most itt ebben az esetben úgy volnék vele, hogy hát talán indokolt lehet, de így néz ki, amikor nem az első percben bukik meg valaki, ahogy ügye van, hanem igyekeznek kibekkelni, amíg az jogerősére válik. És látod, ez sem egy jó érzés. Igen, de nem ez a baj, hogy ártatlanság véleme van, és addig nem nyúlnak hozzá, amíg nem bizonyosodik be a bűnössége, hanem az a baj, hogy van egy szabályzatuk, miszerint ha 265 napot távol van egy végrehajtó, tehát nem végzi el a munkáját, akkor megszüntetik a megbízását. Na most Sádöl tavaly november, azt hiszem 5-én tartóztatták le, tehát ő már most már több mint egy éve van böriben. Nem 275 napja, hanem most már mit tudom én, 390, vagy szóval értitek. Neki már csak ezért törölni kéne megbízatását, hiszen nem látja el, ugye hát idézőjel kirakva, távol van. Értitek? Uh-huh. És mégis közel. Egyébként, és persze most kint az utcán is hűvös van, meg ő is a hűvösön csücsül, és ezelől iszkolt volna el azon a bizonyos november 5-i napon Dubájba tartott volna, a repülőtéren kapcsolták le, nagyértékű készpénzzel egyébként. Sádöl még a bőriből, vagy a letartóztatásából is intézkedett, hogy luxus órákat, meg ékszereket rejtsenek el a rokonai, tehát még telefonálgatott haza, hogy hol kell keresni, és hova kéne elrejteni. Csak hát ugye ezt lehallgatták, szóval megszívta a szegény. Meg az apósa is, vagy akit fölhívott, igen, hogy ez ő is erre megszívta, megkérje. Aki, igen, aki erre azt mondta, hogy oké, Gyuri, megcsinálom, az rögtön szintén letöltendő. Hát nehéz az ő esetében mit mondani, mert itt van bajban ugye az ellenzéki, mert a kormánypárti szavazó erre azt mondja, hogy na látjátok, működik nálunk a jogállam, hát mit sipákoltok mindig, hogy itt nincsenek ügyek, hát tessék, itt van az ügy, ez az ember, ez korrupt volt, sikkasztott, és meg lett az eredménye, most börtönben van. De nem váltják le a bírósági végrehajtói karnak abból a pozíciójáról, érted? Világos. Mégsem váltják le, tehát akkor még sincs következmény. Van következmény, de nincs következmény. Egyfelől van, másfelől nincs. Meg Völner Pállal sem tudjuk, hogy mi történt, vele sem történt semmi, tehát igazából megint ilyen vegyes, de nekem azért ambivalens, mert én emögött is nem azt láttam, hogy működik a jogállam, hanem azt éreztem, hogy valami belharc van, valaki valakit ki akar csinálni, és akkor ezek az emberek az áldozatai a két valakinek a harcának, amiben nem látunk bele. Ki is volt, akinél ezek az ügyek voltak? Pintérnél voltak? Nem tudom, melyik miniszternél voltak, és akkor a kormányváltás után gyorsan áttették ezeket Rogánhoz. Tehát az ilyen, nem tudom, ilyen belső ellenőrzés meg ilyenek, nem emlékeztek erre, hogy volt egy ilyen? És akkor felsejlett, hogy talán az ő párharcukról van szó, hogy Pintér próbálta a Rogán féle köröket visszaszorítani valahol, és a Rogánék most az újabb kétharmados kormányzásban meg vissza, őt tolják vissza egy kicsit,
és akkor aztán betolták a Pintér arcába a tanárokat, hogy akkor szívjál velük, hogyha olyan nagy arcod van. Szóval, hogy nem tudom, hogy mennyire látunk ezekbe bele, attól félek, hogy semennyire, de nekem, én élek a gyanúperrel, hogy itt nem arról van szó, hogy működik a jogállam, hanem arról, hogy valakik felrugdosták egymást a folyosón. Nem, az van, hogy Orbán Viktor nem adott egyértelmű utasítást, nem adta ki az egyértelmű utasítást, hanem odaföntről két csatornán keresztül kétféle utasítás érkezett le. És ilyen egy parancsuralmi rendszer. Ők nem csinálnak semmit maguktól. Itt a magyar államnak a működése az nem szerves, nem organikusan működik a magyar állam, és mindenki teszi benne a dolgát, azt, ami az ő dolga, úgy, ahogyan egy polgári társadalomban, hanem itt minden föntről, minden utasítás föntről érkezik, és ha föntről valamire vonatkozóan nem érkezik utasítás, vagy kétértelmű utasítás, vagy két egymásnak ellentmondó utasítás érkezik föntről, akkor a gépezet leáll. És senki nem mer kérdezni, mert tudod, hogyha te kérdezel, akkor azzal azt az élményt szerzed meg, hogy te vagy a küllő között, a küllők között a bot. Te vagy az, aki miatt leállt a rendszer. Te vagy az, aki nem tudja, hogy mit kéne itt csinálni. A Pelikán elvtárs vagy. Igen, meg senki nem kérdez fölfelé, mert tudod, hogyha te fölfelé kérdezel, és jelzed azt, hogy itt valami elakadt, hogy itt valami probléma van, akkor tulajdonképpen te megtöröd a NER gördülékeny működésének az élményét. Hát meg ki is mondod, tehát fel is hívod a figyelmet arra, hogy van valami a rendszerben. Tehát azt mondod, hogy főnök úr, itt van egy probléma, hogy lehallgatjuk ezt a mocskos korrupt disznót, ezt a Schadlert, aki kiderült, hogy egy államtitkárral is egyeztet, és egyébként 1 milliárd forintot tett már zsebre, mert hogy így meg úgy meg amúgy működik a rendszer. Most mit kell csinálnunk ezzel a lehallgatási jegyzőkönyvvel? Tegyük be az iratmegsemmisítőbe, vagy ez most menjen az ügyészségre, és legyen belőle feljelentés, mert úgy ugye ezzel kifejezed azt, hogy ügy van. Tehát az a tuti, ha neked megmondják, hogy ez ügy, vagy megmondják, hogy ez nem ügy, de az nem jó, ha neked rá kell kérdezni, hogy amit én most itt látok, hogy a szemem előtt történik, ez ügy. Ezt látom? Van ez a dolog, amit látok? Vagy nem is látok semmit? Kicsit kellemetlen, mert ugye az állásodba kerülhet. Itt két csatorna vezet lefelé, és a két csatornán egymásnak ellentmondó leíratok születnek. Ugye van egy jogi út, amin keresztül zajlik ez ellen a Schadl ellen egy bírósági eljárás. Vádemelés történt, úgy néz ki, hogy ítélet is lesz. Méghozzá elég kemény ítéletre számíthat. Hát 10 évet kér rá az ügyészség, ami nem kevés. Elég kemény. Na jó, ebből lehet, hogy lesz 3, amiből letölt, másfelet már letöltött, vagy mit tudom, és lehet, kész. Igen, lehet, de a másik csatornán keresztül, ami nem a jogi útja a dolognak, hanem az Orbán rendszer káderpolitikája, azon keresztül meg az a leírat jön le, hogy ez itt a mi kutyánk kölyke, meg fogjuk védeni. Nem fogunk gesztusokat tenni a brüsszelita ellenzéknek, nem fogunk úgy csinálni, mintha jogállam lennénk, hogy aztán majd a jövőben elvárják meg, megköveteljék erre a precedensre hivatkozva, hogy ezt meg azt meg amazt majd ők kilőnek a sorainkból, mondván, hogy ez korrupt meg az korrupt, és akkor majd egy olyan precedens legyártunk, hogy a korrupciónak Magyarországon következményei vannak, na ilyet nem csinálunk, megvédjük a kutyánk kölykét, ahogyan Gyurcsány megvédi Gréci Zsoltot. Gréci Zsoltnak lehetnek akármilyen förtelmes ügyei, meg lehetett akármilyen förtelmes botránya, Gréci Zsolt Gyurcsány kutyájának a kölyke. És a Gyurcsány kiáll mellette és megvédi. Gyurcsány kutyájának szó szerint. Kölyke. Na most, a helyzet az, hogy ez a Schadl, ez meg Orbán kutyájának a kölyke. És tudod, a bíróságon keresztül elszabadult ellene egy vádeljárás. De a káderpolitikát ez nem érinti. A káderpolitika továbbra is az, hogy nem mutatunk gyengeséget. Ennek megfelelően Schadl az a magyar bírósági végrehajtói karnak a vezetője marad, és a kar még csak napirendi pontban sem foglalkozik a leváltásával. És Répási Róbert, akit a Völnernek a helyére állított a NER, így fogalmaz, sajnálattal
értesültünk arról, hogy a magyar bírósági végrehajtói kar közgyűlést tartott, de az elnök visszahívása vagy a tisztújítás nem szerepelt a napirendjén. Hát ilyen ez a rettenetes napirend. Úgy viszonyul a napirendhez, meg úgy fogalmaz Répási Róbert, mint hogyha megint csak Magyarország hegy és vízrajzával szembesülne, hogy hát itt egy hegy. Hát akkor itt fölfelé kell menni, hát mit csináljunk? Mint hogyha nem ők írnák a napirendet. Mint ha nem ők találták volna ki ezt az egészet, amihez aztán a napirend tartozik, ami szintén ők találtak ki. Arról van szó, hogy még Orbán Viktor sem döntötte el, vagy Orbán Viktort nem érdekli, vagy... Eldöntötte, ha nem döntötte, ha nézd, eldöntötte, hogy ez így jó, ahogy... Ellentmondó folyamatok zajlanak a NER-ben. Tehát most a NER az egyik kezével pofán csapja, a másikkal meg megsimogatja. Hát itt most valami nincs eldöntve rendesen. Na. Igen, de szerintem az történt, lehet, hogy történhetett az, hogy egy kicsit túl nagyot mert álmodni ez a Michel, mert hogy kapott egy jó pozíciót, megbíztak benne valakik, odaültették, tette a dolgát, de lehet, hogy túl sok volt, lehet, hogy nem 1 milliárdot kellett volna nyúlni, hanem csak mondjuk 400 milliót, abból is nagyon jól el van az ember, egy kicsivel kisebb világ. Az úgy korrekt, becsületes. Igen, lett volna, az egy rendes gyerek. Vagy lehet, hogy abból a 800-ból nem 10-et kellett volna visszaosztani, hanem 50-et, nem tudom. Tehát érted? Lehet, hogy egyszerűen arról van szó, jó gyerek volt, végezte a munkáját, csak egy kicsit pofátlan lett a végére. Rákopintottunk a fejére, nem megy 10 évre börtönbe, de azért mindenkinek üzenet a rendszerben, hogy egy kicsit jobban figyeljetek oda, hogy a keresztapának leadózzatok meg azt a pecsétgyűrűt csókolgassátok sűrűbben, ennyi. De én értem, de tudod, ha precedenst akarnak vele statuálni, akkor jogos a vádeljárás a bíróságon. De akkor... meg le kéne váltaniuk a magyar bírósági végrehajtói karnak az éléről. Ha viszont meg akarják védeni, akkor meg jogos, hogy a bírósági végrehajtói karnak az élén marad, akkor viszont meg miért zajlik ellene vádeljárás? Hát itt most a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal, miért nem elképzelhető az, hogy Orbán Viktor bokros teendői során még nem jutott el oda, hogy ezt az ellentmondást kiküszöbölje. Hát vagy már pontosan tudják, hogy mi lesz a vége, hogy fel fogják menteni, ezért kár volna onnan eltávolítani, hiszen majd amikor ez jogerős lesz, és azért a sokára lesz, szerintem még inkább sokára, mint a szeptemberi tisztújítás, minek távolítsuk el onnan? Ha esetleg mégis szeptemberig végeznénk, és jogerős lehetne, tehát esetleg nem történik fellebezés, és felmentőítélet születik, akkor maradhat ahol van, és akkor nem kell ez a sok adminisztratív cirkusz. Lehetséges, hogy nem most akarják kimosdatni, amikor éppen Brüsszel azt nézi, hogy működik nálunk a jogállam, és lehet, hogy ilyenkor az van, hogy figyelj Gyuri, még egy kicsit üljél, majd kapsz még egy 100-ast, és akkor még egy picit bírjad, jó, kicsit elül ez a dolog, meg ez a Brüsszel, jönnek az eurók, és utána majd téged is kihúzunk onnan. Mága Zoltán koncertjegyeket ad a tanároknak a belügyminisztérium. Pintér Sándor belügyminiszter és Mága Zoltán közösen ajánlott fel 2500 tiszteletjegyet a köznevelésben dolgozóknak a Hegedű Művész jubileumi újévi koncertjére. Olvasható abban a levélben, amelyet az egyik tankerület küldött ki egy iskolába, és melyet a PDS tett közzé a honlapján. A tájékoztatás szerint az esemény január 1-én délután 2 órától lesz, a koncert viszont a hivatalos oldal szerint este 7 órakor kezdődik. Az ezzel kapcsolatos sajtóban szárnyra kelt találgatások miatt Mága Zoltán közleményben jelezte, a tavalyi évhez hasonlóan idén is dupla előadással köszöntik majd az új évet. A 14 órakor kezdődő eseményre tiszteletjegyet biztosítanak az egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak, valamint a pedagógusoknak is. Na, ezután ugassanak a brüsszeli tanárok. Ezután, hogy megkapták a tiszteletjegyet, a nagy tisztességet Mága Zoltán újévi koncertjére. Na, azt hiszem, hogy meg lett oldva a tanárbérezés probléma. Vagy legalábbis ez már abba az irányba mutat. Azért nem akárki kap Mága Zoltán koncertjegyet. Te voltál már Mága Zoltán koncertjegyet? Nem voltam, pedig évről évre várom, hogy gondoljon rám is a hatalom. Én is szeretném hallani Mága Zoltánt, ahogy Schindler listáját hegedül. Soha nem jutottam el még a koncertjére, soha. Pedig évről évre várom, és hiába, és most ezek a tanárok, tudod, mintha megértemelnék. Na, mit tettek ezek az országért? És mit kap ezért viszont cserébe a magyar kormány, a belügyminisztérium, aki ezt megszervezte, nekik semmit. Sztrájkot, meg tudod, polgári engedetlenséget. Megint sipákolnak. Ez a hála a Mága Zoltán koncertjegyért. Tehát tényleg, milyen koncertjegy kéne nekik? Tehát mitől lennének boldogok? Fizetésük már megvan, érted? A gáz olcsó. Most már tényleg csak az van, ez a Maszló piramis, az ember
ember így tudod eljut. Azt ugye, tanítanak, azokhoz, amit akar. Azt tanít, szabad kezet kaptak a tanításban. Komcsi eszméiket terjesztetik a magyar iskolákban. És akkor, és tényleg a Maszló piramis csúcsán vagyunk, amikor már csak az van, hogy hátradőlsz, és elmész egy koncertre, és meghallgatod. Tényleg, amikor kultúra, amikor már a lelkedet táplálod, és nem jó nekik ez sem. Már megint síránkoznak. Semmi nem jó, és semmi nem elég. Tudod? Az év első napján ráadásul. Mága Zoltán koncertjegy, és nem elég. És nem elég jó, de tudod? Csak tudnám, mit akarnak. Ez hihetetlen, tényleg. Tavaly is hasonlóan jártak el, szerintem ott is dupla előadás volt. Számomra azért szépen kimagyarázódik, és tudom úgy értelmezni, hogy ez Mága Zoltán gesztusa, hogy a, mit tudom én, a délutáni időpontban is megcsinálják ugyanazt a műsort, és azért esetleg nem kér pénzt, de én kétlem, hogy ez van, hanem felvásárolják tőle ezeket a jegyeket, tehát ő busásan jól jár a duplázással. És meg úgy jár, mint a kínai vakcinával, hogy ezt valaki rendesen kifizette neki. Ja, és aztán vagy eljönnek, vagy nem jönnek el. Láttam olyan levelet, ami tankerületből jutott el iskolához, ahol az este 7 órás esemény van megnevezve, szóval szerintem van egy ilyen jegykontingens a délutáni előadásra, és van valamennyi az esti előadásra is. Így azért nem csoda, hogy a nemzetprimása koncertjei az arénában tele vannak, és így a vállalatok ugyanezt csinálják. Ez van 3-4 ilyen tipikus karácsony környéki ilyen kulturális esemény, amin az ott ülőknek a 80%-a nem magának vásárolta a jegyet, hanem hát tiszteletből kapta. Gála műsorunk hasonló módon zajlik majd, mint a 2022-es évet köszöntő koncertünk, ami a tisztelet és hálaadás gálájaként került megrendezésre, és aminek a keretében délután 14 órától mintegy 13 ezer orvosnak, ápolónak, rendőrnek, katonának, a katasztrófa védelem dolgozóinak, valamint az önkéntes civileknek, karitatív szervezeteknek mondtunk köszönetet. Tiszteletjegyet biztosítunk az egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak, valamint a pedagógusoknak. Na hát itt a megbecsülés. Itt a megbecsülés, kedves Brüsszel, lehet példát venni. De így kell megbecsülni egy hegedűművészt. Igen, így bánnak a magyar közalkalmazottakkal, és az az igazság, hogy megértemlik, meg is értemlik. Meg is érdemlik a kultúrát. A kultúrát, hogy egyáltalán befogadhassanak egy olyan élményt, ami úgy a magyarságában, mind a kifinomultságában a legmagasabb színvonalat hozza. Igen, megjegyzem, érdemes ezzel az üggyel kapcsolatban a napi rajz aktuális rajzát megtekinteni, ahol ahogy a tanárok erről így beszélgetnek egymás közt, hogy hallottál, Dezső, feliratkozol erre, vagy nem tudom. Mi hárman vagyunk, te úgyis egyedül jössz akkor a feleségemet, beregisztrálnád te? De nem baj, ha nem egymás mellett ülünk. Ez a hangverseny, nem járnak hangversenyre, mert tudod, csak az ócska magyar színi előadások, tudod, ahol ilyen péniszek lobognak a színpadon, csak azzal elégülnek ki. Csak azzal elégülnek ki. Hát tudod, ez a magyarnak nevezett fővárosi színjátszás, amit ezek magyarnak hazudnak, tudod. Ehhez szoktak hozzá, és csak ezt élvezik, mert hogyha nincsenek benne az aktuál politikai kiszólások az előadásban, ők már nem is tudják befogadni a kultúrát. Na most itt kaptak egy esélyt a magyar államtól, hogy igazi kultúrával szembesüljenek. Valamivel, ami organikus, valamivel, ami tényleges és igazán magyar, és tudod, kezdjék el szokni ennek az országnak a kultúráját. Ne hozzanak létre egy kulturális buborékot Budapesten, vagy inkább úgy mondanám, hogy az Újlipótvárosban, aminek aztán tényleg semmi, de semmi köze nincsen ahhoz a kultúrához, ami ebben az országban virágzik. A tematika egyre erősebb. Azt írja talán a közleményben Mága Zoltán a tavalyi 2022-t köszöntő évelei koncertről, hogy a tisztelet és hálaadás gálájaként került megrendezésre. Idén viszont így hangzik, a béke és szeretet, valamint a tisztelet és megbecsülés jelképeként január 1-én ismét dupla előadással köszönjük, stb. Tehát most már 4 nagy betűvel szedhető pátoszos jelkép, a béke, a szeretet, a tisztelet és a megbecsülés a fővédnöke ennek a koncertnek, úgyhogy hogy jössz ahhoz, hogy firtasd, hogy egyébként most ezekért a jegyekért kifizet kinek?
Tisztelet és hálaadás. Minthogyha ez, ennek a gálának a keretében kéne tiszteletet és hálát adnia. Mintha nem kaptak volna elég tiszteletet, fizetést, megbecsülést, hálát eddig is, tudod? És most megkapják még erre rá. Tudod, ráadásként megkapják Mága Zoltánnak a koncertjét, amit én hiába óhajtok látni, én nem láthatom. Hát, legfeljebb a televízióban nézhetem meg, őket meg a nagy tisztesség éri, hogy odaülhetnek. Az első sorból nézhetik a Mága Zoltánnak a hegedű játékát. De miért nem jutsz te, meg én, meg Oszi be erre a koncertre? Mert az élősködő pedagógusok elszívják előlünk a jegyeket. Elszívják, elszippantják előlünk a kultúrát. Mert az is nekik kell, de tudod, azért cippantják el előlünk a kultúrát, hogy aztán hát kimenjenek, hogy aztán kimenjenek a WC-re, ledugják az ujjukat, és kihányják. Mert amikor ők aztán előadnak az osztálytermekben, akkor ennek a kultúrának már a nyomait sem látjuk. Hát hova lesz Mága Zoltán és az általa közvetített kultúra akkor, amikor ezek átadják a tananyagot. Valahogy elpárolok. Hova lesz? Mert tudod, ha ezek tanulnának is valamit abból, amit a Mága Zoltán koncertjén látnak, akkor az a közoktatás Magyarországon nem ezek szerint a brüsszeli meg strasbourgi referenciák szerint zajlana, hanem nemzeti oktatás zajlana Magyarországon. A Mága Zoltánnak a vonalvezetése mentén. Nekem van egy ilyen csúf vízióm, hogyha ennyi tanárt egyszerre egy helyre be tudnak terelni, akkor itt a becstelen brigantik munkáltatói figyelmeztetéseket fognak szétosztani, tudod, vagy kimész a büfébe, bár értem, hogy Mága Zoltán koncertje közben nem megyünk ki Bécsi Perecér, de tegyük fel, hogy kimegyünk Bécsi Perecér, és adhatok még valamit, nem tudom, mi van abban a borítékban, munkáltatói figyelmeztetést tetszik kérni? Hát ha nem, így kifele valaki szórólaposnak öltözve ilyen borítékokat nyújt át a kisétáló tanároknak. Ha 2500 pedagógus lesz jelen ezen a koncerten, akkor feltételezem, hogy kevés miniszter látogatja ugyanezt a koncertet. Én biztos vagyok benne, hogy a miniszterek is ott vannak a koncerten. Különben a kultúra hiányosságát azt látnánk a működésükön, látnánk a magyar államnak a mindennapos működésén. De ebből semmi nem látszik. Tehát tök nyilvánvaló, hogy ott vannak a Mága Zoltánnak a koncertjén, tök nyilvánvaló, hát, hogy fölveszik azt a kultúrát, magukra veszik azt a kultúrát, amely aztán a magyar állam működésének minden eresztékén átérződik. De havasi szimfonikra is mehetnek, nem biztos, hogy Mágát hallgatnak. Lehet választani A menü, B menü, igen. Igen, de tudod, akárhogy is a havasi szimfonik mögött nincsen ott olyan mértékben Orbán Viktornak a ajánlása, jóváhagyása, mint a Mága Zoltán. Ahogy a magyar kultúra a Mága Zoltán, ugye a havasi szimfonika az meg az egyetemes kultúra megnyilvánulása a kis hazánkban, nem? Igen, de az egyetemes kultúrára mi köpünk. A helyzet az, hogy mi magyart a magyarnak. Azért ennyit már tanulhattál volna 2006 óta.